Sámuel első és második könyve. A mai Bibliáinkban ezek az eredeti tekercs hosszúsága miatt különálló könyvek, de amúgy egy összefüggő történetként íródtak. Most csak az első könyvet nézzük át. Izrael miután megmenekült az egyiptomi fogságból, szövetséget kötött Istennel a sínai hegynél, és megérkezett az ígéret földjére. Innentől egy feladatuk volt, hűségesnek maradni Istenhez, engedelmeskedve parancsolatainak, de az ezelőtti könyvből, a bírákból tudjuk, hogy ez nem jött össze. Az erkölcsi káosz rámutatott, hogy Izraelnek bölcs és hűséges vezető kell. Sámuel könyve erre a szükségre ad választ. Sámuel könyve három ember köré épül. Sámuel profétára, innen jön a könyv neve, Saul királyra, majd Dávid királyra. Nekik hármójuknak köszönhető, hogy Izrael bírák által vezetett törzsek közösségéből végül egy egységes királysággá alakult a Jeruzsálemben uralkodó Dávid király alatt. A könyv ennek a három szereplőnek a történetét szövi össze, négy fő részre osztva. Az első rész kulcsfontosságú vezetője és prófétája, Sámuel, aki a következő részben Saul történetében is jelentős szerepet játszik. Itt az első szakasz Saul hatalomra jutásáról, majd kudarcairól szól, a második pedig bukásáról és tragikus haláláról. De Saul hanyatlása közepette egyszer csak elkezdődik Dávid felemelkedése. Ez a rész is két szakaszból áll. Dávid sikerstoriával kezdődik, ami szintén személyes és tragikus bukásba fullad. Családja lassú önpusztításba kezd, királysága pedig összeomlik. A könyv végül utószóval zárul, ami visszatekint az egész történetre. Vágjunk is bele! Az első rész a bírák könyvében uralkodó káosznál veszi fel a fonalat. Itt találkozunk egy Anna nevű nő megható történetével, aki gyászol, mert nem lehet gyermeke. Ám Isten kegyelméből végre születik egy fia, akit Sámuelnek nevezel. Örömében egy csodás verset énekel a második fejezetben, mely arról szól, hogy Isten a büszkéknek ellenáll és az alázatosakat felemeli hogy minden tragédia és emberi gonoszság ellenére Isten megvalósítja céljait a történelemben, és hogy egy nap felkent királyt támaszt majd az ő népének. Na már most, Anna éneke azért került a könyv elejére, mert azokat a fő témákat mutatja be, amik majd az egész történet alatt visszaköszönnek. Lássuk hogyan! Sámuel felcseperedve Izrael nagy profétája és vezetője lesz. Ekkoriban törnek hatalomra a filiszteusok, az izraeliták fő ellenségei. Az izraeliták pedig egy ellenük vívott döntő csatában elbízzák magukat, és ahelyett, hogy Istentől imában kérnének segítséget, előrángatják a szövetség ládáját, mint valami mágikus kabalát, ami elkönyveli nekik a győzelmet. Így hát Isten elbizakodottságuk miatt megengedi, hogy veszítsenek, a szövetségládáját pedig ellopják tőlük. A filiszteusok azt gondolják, majd oda teszik saját Istenük Dágon templomába, de ekkor Izrael Istene sereg nélkül győzi le a filiszteusokat és Istenüket Dágont, fekélyeket küldve a népre. Nyilván a filiszteusoknak így már nem annyira kell a szövetség ládája, ezért visszaküldik Izraelnek. A történet lényege tehát az, hogy Isten nem Izrael kabalája ellenáll a büszkéknek, akár az ellenségről, akár a saját népéről van szó. Izraelnek alázatosnak és engedelmesnek kell maradnia, ha részesülni akar Isten Szövetségének áldásaiban. Ez vezet tovább a következő részhez. Az izraeliták Sámuelhez lépnek, és így szólnak: Mi is királyt akarunk, mint a többi nép? Menj és keríts nekünk egyet! Sámuel eléggé kiakad, és Isten elé viszi a dolgot, aki ezt mondja. Én is tudom, hogy nincs helyén a motivációjuk, de ha ennyire akarják, legyen. Keres nekik. Így jön a képbe Saul. Saul egy tragikus szereplő, pedig jó esélyekkel indul, magas, jó képű, tökéletes király lehetne, csak hogy akad egy-két komoly jellem hibája. Tisztességtelen, nincs benne tartás, és képtelen beismerni, ha tévedett. Ezek pedig később a vesztét okozzák. Habár eleinte megnyer néhány csatát, kiderül, hogy jellemhibái olyan méről fakadnak, hogy Isten parancsaival szembe menve végül alkalmatlannak bizonyul a királyi tisztre. Így hát az idősödő Sámuel szembesíti mind Sault, mind Izraelt. Előre megmondta a népnek, hogy csak olyan királlyal járnak jól, aki hűséges és alázatos Isten felé, ellenkező esetben királyaik csak pusztulást hoznak. Saulnak pedig elmondja, hogy Isten egy új királyt támaszt a helyére. Saul hanyatlása tehát megkezdődik, Isten pedig ezzel egy időben a háttérben már az új király útját készíti elő. Ő Dávid, egy jelentéktelen pásztorfiú, nulla százalék eséllyel arra, hogy valaha is király legyen. De ahogy a híres Dávid és Góliát történet is mutatja, nem származása miatt esik rá a választás, hanem az Izrael vetett mély és alázatos bizalma véget. Megint Anna énekének motívumai köszönnek vissza, a büszke Saul és Góliát megaláztatik, az alázatos Dávid pedig felemeltetik. Innentől követhetjük végig mi is, hogyan süllyed Saul az őrületbe, míg Dávid hatalomra emelkedik. Dávid először Saul hadvezére lesz, megnyer minden csatát, és nagy népszerűségre tesz szert. Saul tehát egyre féltékenyebb lesz, míg nem elindul levadászni Dávidot, hogy megölhesse őt. Dávid, mivel semmi rosszat nem tett, elmenekül a pusztába és vár. Itt is megmutatkozik igazi jelleme. Többször is lehetősége adódik, hogy megölje Sault, mégsem teszi. Mindössze bízik abban, hogy Saul gonossága ellenére Isten egy új királyt támaszt az ő népének. Érdekes így olvasni azt a megannyi Dávid által írt Zsoltárt, amik Dávid életének ehhez az időszakához köthetők, és amikben ugyanezt a bizalmat találjuk. A szakasz végül Saul szörnyű halálával zárul, mely egy a filiszteusok ellen elvesztett csata után következik be. Sámuel első könyvében a Biblia legolvasmányosabb történeteit találjuk. A szereplők, Saul és Dávid ábrázolása pedig különösképpen élethű. A szerző jellemrajzokként tárja elénk őket, azért, hogy magunkra ismerjünk bennük. Saul története egy figyelmeztetés, hogy vizsgáljuk meg magunkat és találjuk meg azokat a jellemhibáinkat, melyekkel bántjuk magunkat és a másikat is, hogy aztán Isten segítségét kérve belássuk őket, és szembenézzünk sötét oldalunkkal, elkerülve Saul sorsát. Dávid azonban példaként áll előttünk. Megmutatja, hogyan kell türelmesen bízni Isten időzítésében a saját életünkben is. Miközben Saul elől menekült a pusztában, minden oka meglett volna rá, hogy azt higgye, Isten cserben hagyta, de mégse hitte ezt. Dávid története tehát a hit bátorságát mutatja fel. Reményt abban, hogy az emberi gonoszság ellenére Isten véghez viszi, amit eltervezett. Ellenáll a büszkéknek, és felemeli az alázatosakat. Erről szól Sámuel. Első könyve